Szeretettel köszöntök mindenkit itt újra, a harmadik előadásunkhoz érkeztünk. Barabás Mónika, pszichológus kolléganőm várja itt az élő adást követőket. Szia Móni, mivel készültél? Sziasztok! Boldogság lesz a mai témánk. Boldogságfokozó gyakorlatokat fogok jól kibontani kedves hallgatóknak, látogatóknak, és igyekszem minél több praktikus tanácsot is átadni, hogy hogyan is növelhetjük a boldogságunkat, jólétünket. El is kezdem. Rendben. Megosztom a képernyőmet, én is készültem a mai napra egy PPT-vel. Osztom is. Aha, jövök. Rendben, itt vagyunk. Próbálom erre átállítani. Az a téma az előadásnak, hogy hogyan is legyünk boldogok. Ugye az, hogy gyakorlatilag mi az, ami meghatározza boldogságunkat, Szonya pszichológus szerint, ahogy ezt az ábrán is látjuk, 50% az az öröklött részünkön múlik, 40% az, ami az a szándékos saját tetteinken múlik, 10% pedig, ugye ebből a 100%-os tortából, pedig azt határozza meg, hogy milyenek az adott körülményeink, magyarul, mik az anyagi és kulturális körülmények, amiben beleszülettünk. Egy-két mondattal belemennék még ebbe az ábrába. Ugye az öröklött részt, azt külön nevelt egypetélyű ikrekkel szokták vizsgálni, és azt vették észre, hogy a pozitív érzem, mert ugye az egypetélyű ikrek ugyanazzal a génállománnyal rendelkeznek, és attól, hogy külön nevelnek, így az a valószínűsíthető, illetve biztos is, hogy más körülmények között nevelkedtek. És azt hozták a kutatások ki, hogy a pozitív érzelmeknek az átélésének a gyakoriságában 40% az, amit a génjeink meghatároznak, és sajnos ugyanez a rész a negatív érzelmeknél már 55%-ot hoztak ki ezek az eredmények. Tehát a génjeink hatással vannak arra, hogy gyakorlatilag milyen érzelmeink keletkeznek, milyen lesz az adott viselkedésünk is. Ma már ezeket az öröklött génrészeknek kisebb tulajdonságokat, vagy kisebb jelentőséget tulajdonítunk, ugyanis ma már azt mondjuk, hogy ezek nem megváltoztathatatlanok, ugyanis mind a külső körülmények, mind pedig a mentális folyamataink, azok képesek befolyásolni ezeknek a gén állományainknak a ki- és bekapcsolását. Tehát ezzel is van egy jó hírem, hogy ez az 50% öröklött rész lehet akkor kevesebb, hogyha mi magunk úgy működünk, hogy jobban tudjuk befolyásolni az adott jólétünket. Hoztam több kutatást is, ami ezen a területen történt. Lejárt egy brit közgazdász, ő is megnézte, hogy tulajdonképpen mi az, ami a legnagyobb elégedettséget adja nekünk az életünkben. Ezt a 7 boldogság tényezőt sorolta ő fel, ami a családi kapcsolatok, az anyagi helyzet, a munka, a közösség és a baráti kapcsolatokat takarja, az egészséget, a személyes szabadságot és a személyes értékeket. Ugye Lejártnál nagyon fontos még azt is kiemelni ennél az ábránál, hogy ezek a felsorolások, amiket ő ilyen boldogságtényezőnek állít, ezek fontossági sorrendben vannak felsorolva. Tehát ugye az első, a legfontosabb a családi kapcsolataink, és ennek az alsó során így a személyes értékek állnak. Ő ezt a boldogságtényezőket gyakorlatilag 3
csoportban különítette el. Az egyik így a személyes kapcsolatokra vonatkozik, ugye mind a családi kapcsolatokat ideértve, mind a közösségi, mind a baráti kapcsolatokat. Ugye, hogyha visszamegyünk az ősidőkbe, az ősközösségbe, akkor ez érthető is, hogy ezek hogyan befolyásolják a jólétünket, hiszen gyakorlatilag az életünk múlt azon, hogy mennyire tudunk életben maradni, hogy mennyire tudunk az adott csoportnak tagjaivé válni. A másik ilyen csoport ugye az anyagi tényező. Ezzel kapcsolatban az fontos kiemelni, hogy ugye az anyagi tényező az egészséggel úgy áll összefüggésben, hogy minél jobb körülmények között élünk, valószínűsíthető, hogy a testünk is egészségesebb, hiszen kényelmesebb otthon teremtünk, kényelmesebb életet teremtünk magunknak. És ugye itt az értelem az, ami a személyes szabadsághoz és a személyes értékekhez kapcsolódik. Nagyon fontos, hogy mi is az, aminek így értelmet adunk. És a munkát is ehhez kapcsolom, hiszen ebben is az a fontos, azt mondja Lejárt, hogy nem az a lényeg, hogy mennyit dolgozunk, és a hierarchiában hol állunk az adott munkahelyünkön, hanem az, hogy tudunk-e értelmet adni annak, amit csinálunk. Van-e értelme a munkánknak? Aha, lehet, hogy sokaknak ismerős a név, amit most mutatok. Ő Martin Seligman, ő a pozitív pszichológiának a megalapítója gyakorlatilag. Ugye az, hogy a pozitív pszichológia létrejött, gyakorlatilag ezzel már a pszichológia nem csak a mentális zavarokkal, hanem az emberi erősségekkel, az erényekkel, az elégedettséggel is foglalkozott, ennek is a tudományává lett. Gyakorlatilag az, hogyha a boldogságot szeretnénk tudományosan megfogalmazni, akkor a boldogságot a pszichológiában szubjektív jólétnek fordítjuk le. És Seligman azt mondja, hogy ez a szubjektív jólét, ez a gyakorlatilag a pozitív érzelemtől, az elmélyüléstől, kapcsolattól, az értelem és teljesítménytől függ. Ez az, ami a szubjektív jólétet adja. Ugye a pozitív pszichológiának gyakorlatilag célja is, hogy ezt a szubjektív jólétünket növelje, erre is fog kiterjedni ez az előadás, hogy mi is az, amivel ezeket a jólétünket, a boldogságunkat tudjuk fokozni. Ugye látjuk ezt a három fő területet, és azt mondja Seligman, hogy ezt háromféleképpen történhet meg ennek a kielégítése. Ugye az egyik az, hogy kellemes életet élünk, a másik az, hogy aktív életet élünk, és a harmadik pedig az, hogy értelemkereső életet élünk. A kellemes életbe tartozik az, hogy képesek vagyunk pozitív élményeket teremteni magunknak. Ide tartozik a humor, az, hogy észreveszünk az örömteli pillanatokat, és megéljük. Az aktív élet tulajdonképpen a tevékenységünkkel való azonosulást jelenti, és itt mindenképpen megemlíteném egy fél mondatban, hogy ez ismerős Csíkszentmihályi Mihálytól, a flow is ugye tőle ered, ott is gyakorlatilag a flow pillanatát akkor éljük át, hogyha teljesen belemerülünk a munkába, akkor, amikor megszűnik a tér és az idő. Csíkszentmihályi egyébként azt mondja, hogy ezt legtöbbször munka közben éljük át. És ennek a harmadik útnak gyakorlatilag ez az értelemkereső élet az, ami így a megvalósítását adja. Ugye mindannyian keresjük az életünknek a célját. Szeretnénk valamit a világon magunk mögött hagyni. Hogyha ezt a Maslow piramissal vetem össze, akkor ugye Maslownak ez az önmegvalósítása az, amit ide tudok kapcsolni. Remélem látszom is, mert én itt nem látom magam.
Zsófi, kérlek, hogy jelezz, hogy látszódom, vagy nem, mert így a diák nem tudom, hogy rendben van-e így. Szeretnék még egy kutatást bemutatni. Volt még egy kutatás, amiben a fiatal felnőtteket kérdeztek, hogy mi is az életüknek a célja, és 80% a meggazdagodás tekintette célnak, míg 50% azt mondta, hogy neki az a cél, hogy híres legyen. És visszafogok még erre a két mondatra térni. Ugye milyen fontos az, hogy látjuk azt, hogy a mai fiatalságnak mik az élet céljai, mi is az, amit szeretne elérni az életben. Ugye mind a meggazdagodás, mind az pedig, hogy híres celebek legyünk, az egy ilyen nagyon megfoghatatlan, nagyon álomszerű világot akar. Tulajdonképpen, hogyha azt vizsgáljuk, hogy valaki mennyire elégedett az életével, akkor azt úgy szoktuk megtenni, hogy megkérjük, hogy emlékezzen vissza arra, ami vele történt, és ott mennyire volt elégedett. De ugye akkor, hogyha már visszaemlékezünk egy adott történetre, akkor képesek vagyunk abból a történetből elvenni, és képesek vagyunk hozzátenni, hogy ugye még inkább komfortosan érezzük magunkat abban a történetben. Tehát elkezdjük egy picit torzítani azt a valóságot. És képzeljük, hogy mi lenne, hogyha ezt nem visszafele néznénk, hanem lenne arra lehetőségünk, hogy lássuk azt, hogy hogyan bontakozik ki előttünk egy életút. Hogy mivé fog válni egy tizenéves fiatalnak az élete, és látnánk azt, hogy fiatal korától mitől fog ő egészségesebb és boldogabb maradni. Hogy létezik ez. És létezik egy harvardi kutatás, jól látják a számot, nem elírtam, 1938-ban indult ez a kutatás, ami 82 évvel ezelőtt volt, majdnem ennyi idős a nagymamám is. Tehát 82 évvel ezelőtt indították el ezt a kutatást, amiben akkor 724 embert vettek be. És megnézték, hogy milyen a munkájuk, milyen a családi életük, milyen az egészségük. És nagyon fontos azt is elmondanom, hogy ugye ahhoz, hogy egy kutatás, egy utánkövetéses kutatás, hogyha mindig ugyanazokat az embereket utánkövetjük évtizedeken keresztül, ahhoz nagyon sok tényezőnek kell megvalósulnia. Ugye egyrészt pénzügyi területnek rendelkeznie kell, fontos az is, hogy az alanyok ne tűnjenek el a kutatás közben, és hát ugye az egész kutatás úgy kézben legyen tartva, tehát egy nagyon kimagasló az, hogy ez 82 éve kézbe tudják tartani. És hogyan is nézett ki ez a kutatás, picit jobban belemegyek. Ugye ebből a 724-ből 60-an még mindig élnek abból az eredeti csoportból, akiket elkezdtek megnézni, többségük 90 év feletti, és ma már ez a 724 fő, ez már 2000 felülire nőtt, már ennyi az eset száma, amivel dolgoznak. És hogyan is indult ez a kutatás? Két csoportot kezdtek el vizsgálni, az egyikben másodéves harvardi tanulókat vettek be a csoportba, a másodikban pedig kimondottan úgynevezett bostoni szegény fiúkat válogattak. Ezek a szegény fiúk rossz családi háttérrel rendelkeztek, ma már úgy mondjuk, hogy hátrányos helyzetűek voltak sokaknál, és ez is kiemeltem nagyon fontos, hogy ebből is látjuk azt, hogy tényleg egy rossz családi körülmények között éltek, sokuknál még víz sem volt a háztartásban. Csináltak mindenkivel interjút, orvosi vizsgálatokat, beszéltek a szüleikkel, megnézték az otthonaikat, és felnőtt két évente kérdéssel keresték meg őket,
orvosi anyagokat begyűjtöttek, volt, akinek csináltak agyi CT-t, később, ahogy öregedtek, az ő családjukat megismerték, beszélgettek a feleségeikkel, a gyerekeikkel, tehát teljesen így a család részévé vált ez a kutatás, és felnőttként nagyon sokféle életutat jártak be. Volt, akiből gyári munkás lett, voltak, akikből ügyvéd lett, voltak, akik orvosok lettek, kőművesek, volt, aki alkoholista lett, voltak, aki skizofrén beteggé vált, és egyik kölyük pedig az USA elnöke lett. És hogy mi is az, amit ebből a kutatásból mi nyerni tudunk, mi a tanulsága ennek a kutatásban, a kutatásnak, mi az, amit ebből ki tudunk venni. Hát pontosan az ellentétje az, amiről ma így a fiatalok beszélnek, hogy nem a gazdagság, és nem a hírnév az, ami így a boldogságunkat és az egészségünket megérzi, de hogy az, hogy mi is volt ennek a kutatásnak a konkrét eredménye, ezt el fogom mondani az előadás végén, és addig is nézzük meg, hogy gyakorlatilag mik is azok, amik a szubjektív jólétünket, a boldogságunkat tudják fokozni. Az egyik ilyen, közben Zsófi, kérlek, hogyha látszom, akkor írj egy okét vagy valamit, hogy tudjam, hogy látszódom is, mert tényleg én csak a diát látom. Az egyik az az optimizmusnak a gyakorlása. Itt ugye ez azt jelenti, hogy nem tagadom azt, hogy mi az a realitás. Oké, minden rendben, köszönöm. Nem tagadom azt, hogy mi a realitást, hanem egy gondolati átkeretezést hajtok végre magamon. Megpróbálok ahhoz a bosszús helyzethez úgy hozzányúlni, hogy megnézem azt, hogy mi is az, amire engem ez a szituáció tanít. Hogy erre lehet törekedni, ebben lehet fejlődni. Szoktam mondani azt, hogy erre egy tipikus példa az, amikor a gondolatainkat mi hogyan befolyásoljuk, amikor valaki elmegy nyaralni, és egy nem tudom, 7 napból 5 napon esik az eső, és megkérdezzük, hogy milyen volt a nyaralás, és akkor azt mondja, hogy hát, hogy végigesett az eső, borzasztó volt, le se tudtunk menni a partra fürödni. És mennyire másképp hangzik az, hogyha azt mondom, hogy esett az eső, és hogy milyen jó volt, hogy a család így tudott társashozni, együtt tudtunk lenni, tudtunk pihenni, ki tudtunk kapcsolódni, lehet, hogy nem napoztunk, nem fürödtünk, hanem múzeumot látogattunk, együtt főztünk, tehát hogy az a lényeg, hogy ahhoz a helyzethez, ahhoz, hogy viszonyulok, hogy a bosszus oldalát fogom meg, vagy képes vagyok meglátni abban a helyzetben azokat a lehetőségeket, amikkel én élni tudok. Itt írtam azt, hogy hogyan lehet ezeket gyakorolni. Ugye az már egy optimizmusnak a gyakorlása, hogyha rámosolygunk az emberekre. Hiszen azzal, hogy rámosolygunk, egyrészt mi is elégedettebbnek érezzük magunkat, és látjuk a másikon is, hogy még másnak is örömet okoztunk. Nagyon fontos az is, hogy kerüljük a panaszkodást, hiszen hogyha belemegyünk ebbe a panaszkodásba, akkor egy ilyen folytonos érzelmi negatív spirálba fogjuk magunkat találni. Ehhez is egy-két szóval még hoztam ehhez kutatást. Az egyik az, hogy mit gondolnak, hogy az olimpiai bajnokok esetében a második vagy a harmadik helyzet az elégedettebb. El is árulom rögtön a megoldást. A megoldás az, hogy a harmadik, ugyanis az első, vagy bocsánat, a második, az elsőhöz viszonyítja magát, hozzá hasonlítgassa. Ugye itt az optimizmus gyakorlásnál nagyon fontos az is, hogy ne hasonlítgassuk egymást, ne hasonlítgassuk negatív irányba magunkat. Ugye az elsőhöz hasonlítja magát, hogy nem jutott az első helyzetre, lemaradt egy ilyen negatív hasonlítgatásban van, míg a harmadik helyezett, ő elégedettebbnek érzi magát, hiszen
ő benne az a képje, hogy még fel tudott dobogóra érni, és milyen jó, hogy dobogós helyezetet ért el. Tehát ő így elégedette. És volt még egy nagyon érdekes kutatás, akkor, amikor ilyen apácák nővéreknek bevonultak, akkor írtak önéletrajzot magukról, és valahogy ezek az önéletrajzok pszichológusok kezébe kerültek, és elkezdték ezeket az önéletrajzokat kutatni. És megfigyelték azt, hogy akinek az önéletrajzában több pozitív szót találtak, azok tovább éltek, hogy milyen fontos az, hogy mi is az a forgatókönyv, amit mi írunk magunknak. A második ilyen boldogságfokozó, szubjektív jólétünket segítő gyakorlat az az, hogyha kidolgozunk megküzdési stratégiákat. Ugye sokszor, ha belekerülünk egy helyzetbe, akkor lehet, hogy nem is tudjuk eldönteni, hogyan is álljunk hozzá. Van erre egy nagyon jó módszer, ez az úgynevezett filé, amivel el tudjuk dönteni, hogy ez a helyzet nekem fontos, vagy nem fontos, érdemes-e ebbe beleavatkoznom, ha pedig nem tudok ezzel a helyzettel, mint problémával megküzdeni, akkor hogyan tudom a stresszemet mégis stresszkezeléssel kezelni. Ez egy nagyon könnyen alkalmazható technika, 4 kérdésből áll, ez a 4 kérdés van fölírva. Az egyik az, hogy fontos-e ez a dolog számomra? Igen vagy nem? Mindegyikre igen vagy nem megfelelünk. Második, indokolta az az érzésem és gondolatom szem előtt tartó ugye az objektív tényeket. Harmadik kérdés, lehet-e pozitívan befolyásolni a helyzetet? Megváltoztatható-e ez pozitív irányba, ez a helyzet? És a negyedik, hogy érdemes-e tennem valamit? Hogyha mind a 4-re igennel válaszolunk, akkor nézzük meg, hogy ott mit érdemes cselekednem, mi az, amit tehetek. Hogyha az első bármelyik kérdés és nemmel válaszolok, akkor érdemes belátnom azt, hogy akkor ebben a helyzetben nem tudok beleavatkozni, és azon tudok dolgozni, hogy az én stresszemet hogyan csökkentsem. És itt írtam le, hogy mik azok a stresszkezelési technikák, amikkel tudunk magunknak segíteni. Az egyik az, hogy fontos az, hogy tudjunk arról, hogy tudunk segítséget kérni, hogy el tudjuk mondani valakinek az, ami bennünk van. Tehát, hogy ne éljen az a képzelet bennünk, hogy mi ezzel egyedül vagyunk, hiszen sosem vagyunk egyedül, mindig van az, aki szeret minket és meghallgat. Tehát merjünk segítséget kérni. Az is egy nagyon jó stressz oldó technika, hogyha rendszeresen mozgunk, sportolunk, akár amikor egy ilyen intenzív stresszér, menjünk, mozogjunk ki magunkból, sétáljuk ki, vagy csak fussunk egy helybe, toporogjunk, az a sport az ki fogja adni. Nagyon fontos az is, hogy minőségi jó alvást tudjunk biztosítani magunknak. Ha valakinek az a hobbija, hogy szeret festeni, rajzolni, varni, akkor vegye elő a kézi munkát, kezdje el, és már is megszűnik a stressz. És az is nagyon fontos, hogy ugye ma már azt mondjuk, hogy az egy alap dolog, hogy mindenki tudjon valamilyen szintű relaxációt, vagy valamilyen nyugtató technikát alkalmazni magánál. Ennek a legegyszerűbb módja, amit én is használok magamon, én nekem az, hogyha elkezdek a légzésemre figyelni. Ezt akár tehettem úgy is, hogy az egyik kezemet a hasamra, másik kezemet pedig a mellkasamra teszem, és csak a légzésemre koncentrálok. És hogyha veszek 4-5 mély lélegzetet, közben a kezemmel is ugye megfigyelem a lélegzetemet, kontrollálom, felügyelet tartom, jó értelemben értem azt, hogy figyelem, jelen vagyok, akkor már is érzem, hogy megkibelülem a feszültség. Próbálják is ezt ki. 4-5 mély lélegzetet beveszem, és jó hosszan kifújom a levegőt. Jó, és nagyon jó, hogyha ezek segítő technikák, hogyha ráteszem a két kezemet, az egyiket a hasamra, másikat a mellkasamra.
én is nagyon szeretem használni. Harmadik ilyen tényező, ami a megbocsátáshoz tartozik. Ugye, hogyha neheztelünk valakire, vagy valamire, vagy akár magunkra, akkor az olyan, mint hogy mindig ahhoz a fájó, vagy negatív érzelemhez ragaszkodunk, amit átértünk. Ahhoz, hogy ezeket a sebeket, amik mások által, vagy saját magunk által okozunk magunknak, hogy ezeket saját magunkba integrálni tudjuk, ahhoz nagyon fontos az, hogy ezzel a megbocsátással dolgozunk, hiszen ezáltal tud a személyiségünk fejlődni, és ettől tud életünk gazdagodni. A megbocsátást lehet úgy is gyakorolni, hogy írok egy levelet annak, akinek úgy érzem, hogy jó lenne, hogyha meg tudnék bocsájtani, aki sérelmet okozott nekem. Az sem, nem kell ezt a levelet elküldeni, elég, hogyha saját magunknak leírjuk ezeket a gondolatokat. Az is nagyon hasznos, szeretem az ilyen szertartásszerű eseteket is, amikor leírjuk ezeket a sérelmeket, és amikor ezt így kiadtuk magunkból, akkor ezt így széttépjük, vagy összegyűrjük, és akár vagy kidobjuk a szemetesbe, vagy elégetjük tőle. Ezzel is jelezzük azt, hogy megszabadultunk ettől a sérelemtől, ettől a nehezteléstől, és a megbocsátás útjára léptünk. És nagyon fontos, hogy akkor, amikor így a megbocsátásról beszélünk, akkor többnyire ugye mások szoktak így eszünkbe jutni, hogy a mások által okozott sebeket hogyan tudjuk megbocsájtani. De ne felejtsük el, hogy lehet, hogy magunknak is okoztunk sebeket, hogy képesek legyünk saját magunknak is megbocsájtani. Ez is nagyon fontos. Jó. Következő ilyen boldogságfokozó gyakorlat, az az apró örömöknek az élvezete. Hát ez nagyon kifejező ennek a fiúnak a tenyere. Nagyon fontos, hogy észrevegyük azokat az örömöket, amik nap mint nap körülvesznek minket. Ilyen lehet akár a napnak az ereje, vagy a napnak a fénye. Az is, hogy virágzik a rózsa, milyen finom illata van, vagy milyen annak a látványa. Sokkal elégedettebb lesz az életünk, hogyha képessé válunk felismerni ezeket a boldog, szép, örömteli pillanatokat. És az is egy hasznos, hogyha ezeket még meg is tudjuk osztani másoknak, hogy milyen örömek értek minket. Hogyan is tudjuk ezt a gyakorlatot, vagy hogyan is tudjuk ezt az örömteli pillanatokat beépíteni a mindennapjainkban? Hát úgy, nekem úgy, hogy például nekem is van egy kis üvegem, amiben ilyen cetliket tartok, és ez egy örömdoboz. Akkor, amikor egy öröm ér, akkor felírom erre a kis cetlire, és beledobom a kis üvegcsémbe, és amikor egy szomorú pillanatunk van, akkor vegyük elő, és olvassuk, hogy mik is voltak azok az örömteli pillanatok, amiket átértünk. Azt is nagyon szeretem, és szoktam ajánlani, hogy az is örömet tud nekünk szándékosan okozni, tudunk ezzel szándékos tetteinkkel beleavatkozni, vegyük elő a fényképes albumainkat, nézegessük, elevenítsük fel azokat az élményeket, amiket ott együtt átéltük, és beszélgessünk róla, és már mennyivel örömteli pillanatokat okoztunk magunknak, illetve egymásnak. Bocsánat, itt kettőt lapoztam. Nagyon fontos az is, hogy legyenek élet céljaink, és ezeket ugye valamilyen szinten rendszerezzük. Nézzük meg, hogy milyen életcélokat érdemes kitűzni ahhoz, hogy már most a jelenben ettől jól érezzük magunkat. Az egyik ilyen cél meghatározásnál fontos az, hogy legyenek hosszú távú életcéljaink. A hosszú távú életcéljainkat úgy szoktuk definiálni, hogy akár halálon túli életcélok is azok.
Milyen lehet például a hagyatéknak a rendezése? Ugye az, hogyha vannak hosszú távú életcélek, azok segítenek minket a jelenben jobban érezni magunkat, abban is, hogy az élet okozta hullámait, hogy egyszer jobb napunk van, egyszer lehet, hogy szomorúbbak vagyunk, vagy nem, vagy veszteségérménkkel. Ha van egy hosszú távú életcélom, akkor abban jobban beleférnek az élet hullámainak jobban fel tudunk ülni ezekre a hullámokra, kevésbé fog minket megviselni az, hogy vannak változások vagy veszteségek az életünkben, hiszen hosszú távon valami életcél mellett döntöttünk. Az is nagyon fontos, hogy legyenek belső életcéljaink. Belső életcélok alatt azt értjük, hogy ezek nem külső tárgyakhoz, nem külső körülményekhez kötődnek, nem arról szól, hogy most akkor egy nagyobb autóm legyen, nagyobb házam, több pénzem, és így tovább, és így tovább, hanem arról, ami én így a belső növekedésemről szól. Ez lehet akár belső életcélom, hogy az egészségemet megőrzöm. De az is lehet egy belső életcélom, hogy a hivatásomat fejlesztem. Ugye akkor, amikor egy külső életcélom van, akkor az nagyon külső körülményektől függ. Függ a gazdasági helyzettől, függ azon, hogy mennyi pénzem van, milyenek az ingatlan árak, tehát hogy kinek mi a külső életcélja. A belső életcél, és azt ugye el tudják venni, le tudnak menni az árak, vagy föl tudnak menni az árak. Tehát ugye abban van egy bizonytalanság, ami nem tőlem függ. Ellophatják az autómat, tehát egy ezer dolog történhet. De hogyha én ott vagyok az egészségemnél, ott vagyok a hivatásomnál, akkor az hozzám kapcsolódik, az nem tudják elvenni tőlem, illetve történhetnek velem balesetek, vagy történhet velem bármi, de nem külső körülmény az, ami befolyásolja azt, hogy az én hivatásomat hogyan fejlesztem, az rajtam múlik. És a harmadik az, hogy legyenek, amikor így a célokról beszélünk, nagyon fontos, hogy legyenek nem én központú életcéljaink is, belső életcéljaink. Ugye ennek van egy ilyen nagyon jó, amit Pászeritől hallottam, egy nagyon jó gyakorlata ide, amit úgy mondott, vagy úgy írta körül ezt a témát, hogy tulajdonképpen mi is ez, hogy van egy fiatal pár, akik ott az oltár előtt állnak, és a pap így azt mondja nekik, hogy ha az a hati abból a célból jöttetek most itt össze, hogy boldogok legyetek, hát akkor kár volt, és akkor mindenki nézte őket, hogy akkor most itt mi van. De ha abból a célból jöttetek össze, hogy egymást boldoggá tegyétek, akkor érdemes volt. Tehát, hogy milyen fontos, hogy nem az, ami rólam szól, hanem amit én tudok adni másnak, hogy legyenek ilyen életcéljaim is, amik nem rólam szólnak, hanem arról szól, hogy én mit tudok adni másnak. Nagyon szépen értok ezt körül. És ez is hoztam egy kutatást, hogy a célok milyen fontosak az életünkben. Vizsgáltak 750 Oscar-díjra jelölt színészt, és azt találták, hogy akik meg is kapták az Oscar-díjat, ők 4 évvel tovább éltek azon társaiknál, akik a díjat nem kapták meg. Tehát milyen jó, hogyha vannak életcéljaink, ami felé megyünk. Még hosszabb életet is élünk. Ez is egy boldogságfokozó technika, hogy éljünk a jelenben. Ugye ez a tudatos jelenléthez kapcsolódik. Amikor tudatos jelenlétről beszélünk, akkor gyakorlatilag a figyelem szándéka az, amit így párhuzamba tudok hozni, hogy mire irányítom szándékosan a figyelmet. Ugye ez is egy tanulási képesség, ezáltal a koncentrációnk is, memóriánk is fejlődik. Másodszorban pedig ugye ez segít csökkenteni a stresszt, és a kínzó gondolatoktól, aggodalmaktól megszabadulni.
mik lehetnek azok a cselekedetek, amikben ezt a szándékos figyelmet meg tudjuk élni. Ilyen példákat hoztam, hogy ittassunk be olyan napokat, amikor csupán egy-egy érzékszervünkön keresztül fogjuk érzékelni a világot. Ez lehet akár az, hogy ma csak az illatokra figyelem, azt nézem meg, hogy milyen illatok vesznek körül, milyen az otthonomnak az illata, milyen a nappalinak az illata, milyen az illata az, amikor a fürdőszobában vagyok, milyen az illata a ruhámnak, milyen az illata a párnámnak, milyen az illata a szobának, milyen az, amikor az erkélyre kimegyek, milyen az, amikor az utcán vagyok, amikor valamilyen boltba belépek. Nagyon szeretem az illatokat, biztos azért is éltem bele magam ennyire. Tehát, hogy menjünk bele, hogy akkor csak erre figyelek, milyen a munkahelyemnek az illata, vagy a munkatársamnak, mindannyiunknak van. És akkor tegyük meg ezt másnap, mondjuk ugyanezt a fényekkel, hogy milyen a nappalinak a fénye, milyen a konyhának, milyen saroknak milyen a fénye, ha kilépek az utcára, melyik oldalon érzem magam jól, ott milyen fény van, hogy esik rám az a fény, tehát nagyon jól lehet belejátszani. Ugyanezt meg lehet akár a tapintással is, hogy csak arra figyelek, hogy milyen a ruhámnak a tapintása, milyen a telefon, milyen a telefonnak, milyen a tárgyi környezetemnek a tapintása. Ugye ez a mindfulness-nek az ilyen alap gyakorlatában a tudatos evés szoktuk megfigyelni. Lehet az, hogy csak arra a tevékenységre figyelek, amikor eszem. De lehet egy olyan tevékenységet is választani, amikor azt figyelem meg, amikor zuhanyzom. Milyen az, amikor a víz cseppekben rám esik. Hol érzek nyomást? Érzek-e nyomást? Milyen a tusfürdőnek az illata? Milyen az állaga? Milyen, amikor a bőrömhöz kenem? Tehát nagyon jól bele lehet ebbe is merülni, éppen abba a tevékenységbe, amiben vagyunk. Egyébként én ezt épp tegnap csináltam úgy, hogy csak arra koncentráltam, amit mondtam. Tehát teljesen belemerültem abba, hogy éppen mit beszélek, és ebben gyakoroltam ezt a tudatos jelenlétet. Ezt, hogy jelen legyünk, és ne egy szoktam mondani a mindfulness, hogy ne egy robotpilóta üzemmódban éljünk. Ugye a robotpilóta üzemmód az az, amikor például beülünk a kocsiba, és A pontból B pontba elmegyünk, egy megszokott útunkon, mondjuk elmegyünk a munkahelyünkre, vagy elmegyünk, nem tudom, meglátogatni egy rokont, akihez szoktunk járni, és egyszer csak azt veszük észre, hogy 20 perce jövök, és így és csak így ide érkeztem, és nem is figyeltem, hogy nem is vettem észre, hogy milyenek voltak az épületek, azt láttam, hogy piros vagy zöld a lámpa, de hogy úgy nem voltam jelen, csak úgy váltottam, vezettem, és egyszer csak megérkeztem. És ez pont abban segít, hogy figyelj arra, amiben vagy, legyél jelen. Ezt lehet úgy is gyakorolni, szoktam azt is mondani, hogy én kíváncsiságképpen megkérdezni, hogy vajon emlékeznek-e, hogy ahol laknak sarkon, vagy emlékeznek-e arra, hogy a mellettük két házzal lévő, nem tudom, jobb vagy baloldali szomszédnek, milyen a kerítés, milyen színű, milyen formájú, van-e, nincs-e, fából van, fémből van, és hát ugye sokszor így, hát nem is tudom, hogy ott van, vagy nincs, vagy aha, hogy nem. És tehát, hogy ahol nap, mint nap elmegyünk, észre se vesszük azt, hogy milyen környezetben vagyunk. És ezt lehet úgy is gyakorolni, ezt is nagyon szerettem alkalmazni magamon is, és szoktam nagyon sokszor tanácsolni is, hogy a bejáratott utakkal pont ellenkezőleg menjen akár dolgozni, menjen iskolába, és nézze meg ott a színeket, az illatokat, ezzel is már kilépünk abból a robotpilóta üzemmódból, csak ott megyünk, és megyünk a munkahelyre, megyünk az iskolába, hanem egy másik, azzal párhuzamos utcába menjünk, vagy csak annyi, menjünk át az egyik oldalról a másikra, és ott figyeljük meg, hogy milyen környezetben vagyunk.
Nagyon szeretem ezt is alkalmazni, hogy viselkedjünk úgy, mintha turistánk lennénk. Nézzük tudatosan, gyönyörű épületek vannak, nézzük meg az épület szobrokat, tehát hogy rengeteg csoda mellett el tudunk menni, hogy próbáljunk erre jobban figyelni, nagyon, nagyon szívet melengető. És ugye erről az elején már beszéltem, utaltam, ugye több boldogságkutató is utalt arra, hogy a flow élménynek a fokozása és örömöt, jólétet okoz. Ugye ez azt a pillanatot jelent, amikor valamit nagyon nagy élvezettel csinálunk. Ilyenkor szoktuk ugye azt érezni, hogy teljesen belefeledkezünk abba az élménybe, ami történik velünk. És ugye az előbb is mondtam, hogy megszűnik a tér és az idő körülöttünk, és csak a tevékenység köti le a figyelmünket. És ahogy mondtam, hogy egy Csíkszentmihályi mi ezt mondja, hogy ezt legtöbbször munka közben éljük át, és biztos önök is többször átélték már, hogy valamit elkezdtek, és akkor csak, már 6 óra van, és még nem tudom, nem is ettem, mert hogy egyszerűen meg a szükségleteim sem működtek, és nem azért nem ettem, mert nyomasztóan ott ültem, hanem valamit annyira élvezettel csináltam, benne voltam, hogy így egyszer csak így, és még mindig csinálnám. Ilyenkor ezért jó, hogyha legalább a szükségleteinkre figyelünk közben. És hogy ilyenkor gyakorlatilag a cél, tehát hogy a tevékenységnek, tehát nem a tevékenységnek a célja a lényeg, hanem maga az a cél, hogy én benne vagyok ebbe a tevékenységbe, az az, ami örömöt okoz. Tehát ez nagyon, nagyon szép, és nagyon remélem mindenkinek vannak ilyen flow élményei. És ugye ezek mindenkinek mások, hogy mik azok, amik ezt az örömöt tudják adni, lehetnek ezek hobbik is. Itt is, itt már konkrétan nem írtam, hogy ez hogyan gyakoroljuk, hiszen mindannyiunknak más okoz ez, más élmény okozza ezt a flow élményt, de a lényeg az, hogy hagyják magukat belemerülni ebbe a cselekvésbe, és hogyha ezt megtalálják ezt a flow élményt, akkor figyeljék meg, hogy ezt miben élték át, hiszen akkor fogják tudni, mik azok az élmények, amiket jó lenne, hogyha fokoznának. És hogy akkor, amikor ebbe benne vagyunk, ugye nyugodtabbnak, kiegyensúlyozottabbnak érezzük magunkat, és még a fájdalomérzetünk is kezd megszűnni. Látom, nagyon szarad az idő, sietek. A következő ilyen boldogságfokozó gyakorlatunk, ez egy nagyon nagy kedvenc témám, a hálának a kifejezése. Ugye a hálánkat azt kifejezhetjük embertársainknak, de kifejezhetjük egy ilyen transzcendens viszonyban is, egy ilyen felsőbb erőnek, vagy Istennek, kinek mi a világképe. Akkor, hogyha hálát gyakoroljuk, akkor hogyha azt mondom, hogy nekem a hála egyébként azt jelent, hogy köszönöm azt, hogy van valami, tehát hogy hálás vagyok, akkor én nekem azokat a fogalmakat hozom, hogy megköszönöm azt, amin van. Akkor, amikor képes vagyok megköszönni azt, amin van, akkor ugye azzal a jelenbe helyezem magam, hiszen felismertem azt, hogy mi is az, amivel rendelkezem, hogy köszönöm, hogy egészséges vagyok. Akkor már oda kapcsoltam, hogy felismertem azt, hogy hát igen, és itt van az én egészségem, hát ez nem evidencia. Akkor, amikor a jelenben vagyok, azzal, hogy felismerem azt, hogy mi is az, amit éppen köszönhetni tudok, akkor már azzal megfigyeltük azt, hogy nem a múltban beragadva neheztelünk valamire, és nem is a jövő felé kezdünk valamire aggodalmaskodni. Tehát ezáltal is ugye a hála az így erősíti az immunrendszert, a stressz szintünk is csökken, hiszen képes vagyunk felismerni azt, hogy a jelenben vagyunk, és egy olyan pozitív élményt megélni, ami mentén ugye a saját szervezetünknek is jót okozunk. Aki nem gyakorolja még a hálaadás, az kezdje már ma este, és este lefekvésnél legalább 3 dologért adjon hálát, ami aznap érte őket. És ezt nagyon fontos, és szoktam
mondani is előadásokon, tréningeken, hogy azokért is adjunk hálát, amiket evidensnek tartunk, miket értek én itt evidenciák alatt. Hát például ezt, hogy én most itt tudok beszélni, vagy azt, hogy tudok, vagy látok, vagy azt, hogy tudok menni, vagy azt, hogy van egészségem, vagy azt, hogy megvannak az ujjaim. Tehát, hogy ezeket értem evidencia alatt, hogy van egy csomó képesség, vagy amivel rendelkezem, és föl sem ismerem, vagy lehet, hogy föl sem ismerjük azt a képességet, amivel rendelkezünk addig, amíg az meg nem szűnik. Ugyanakkor, amikor valami fájdalom ér, vagy beütöm a kis ujjamat, vagy beütöm a térdemet, akkor már rögtön érzem azt, hogy hát most már így nem tudok menni. De akkor, amikor jelen van, amikor nincs baj, akkor meg olyan evidens, hogy én tudok járni, és ez így rendben van. Tehát, hogy gyakoroljuk ezeket az evidens dolgokat is, hogy nem evidens az, hogy látok, vagy hallok, és itt csendben jegyzem meg, nem is csendben, az sem evidens, hogy élek, hogy köszönöm az életet, köszönöm az egészséget, tehát ezeket mind-mind meg tudjuk köszönni. Ez is egy nagyon jó gyakorlat, hogyha vezetünk hálanaplót, írjuk le napjában, hogy ma miért vagyok hálás, ezeket is vegyük elő, nézegessük, olvasgassuk vissza, nagyon jó pillanatokat fog nekünk szerezni. Lehet a hálát úgyis gyakorolni, megnézzük, gyújtsuk össze az ABC betűt, és menjünk végig a betűkön egyesével, és minden betűhöz írjunk valamit, amiért mi hálásak vagyunk. A betűnél, nem tudom, alvás. Én is reggel szoktam mondani, hogy nagyon köszönöm Istenem, hogy jót aludtam, hiszen az sem evidens, hogy jót alszunk. Jó? A következő ilyen boldogságfokozó gyakorlat, az a jó cselekedeteknek a gyakorlása, hogy akkor, hogyha valakivel jót cselekszem, akkor saját magamat egy pozitív észlelésben tartom, de más valakit is egy ilyen pozitív észlelésben fogok látni. Tehát önmagunk és mások pozitív észleléséhez vezet az, hogyha képesek vagyunk jót cselekedni másokkal. Nagyon fontos hangsúlyoznom azt, ilyenkor el szoktam mondani tréningeken is, különösen fontos ez segítő szakmákban dolgozóknak, hogy csak is úgy cselekedjünk másoknak, hogy közben önmagunk kárára ne legyünk. Tehát, hogy mindig találjuk meg azt a határt, ami mentén egészségesen és önzetlenül tudunk cselekedni másoknak. Ilyen jó cselekedet lehet az, hogy a buszon átadjuk a helyünket. Az is jó cselekedet lehet, hogy én is már láttam ilyet, nagyon örömteli volt ezt megtapasztalni. Láttam egy idős embert, ilyen nagy szatyorral ment, és akkor odalépett egy fiatal, és megkérdezte, hogy segíthet-e neki, és hogy átvette a csomagját, és vitte. Bármi, amiben meglátjuk a lehetőséget, hogy mi abban, ha látunk egy anyukát a babakocsival, lépjünk oda, merjünk beavatkozni, merjünk másoknak sok-sok jót cselekedni. Amihez meg helyzet sem kell, nem kell hozzá babakocsi, nem kell idős bácsi a nehéz szatyorra, az pedig az, hogy amikor emberekkel, idegenekkel, akár bankban, akár postással, akár bármilyen helyzetben találkozunk, legyen az a bolti eladó vagy pénztáros, csak mondjuk csupán, hogy köszönöm kedvességét. Ehhez ugye nagyon nagy cselekvés sem kell, és már is adtunk nekik. Ehhez szeretnék mutatni egy videót, amit be is készítettem, megnézzük, hogy ha ide kattintok, lejátsza-e. Ha nem, akkor akkor visszaveszem a megosztást egy fél pillanatra, és én ide beraktam, és megosztom máshonnan. Nézzük meg együtt ezt a videót. Thank you.
segítenél? Nagyon szeretem ezt a videót, én is egy előadáson láttam, azóta is szoktam mutatni. És hogy olyan jó volt ez a szlogen is, hogy az vagy, amit teszel, hogy tényleg próbáljuk gyakorolni azt, hogy jókat cselekedjünk egymással, hogy adjunk egymásnak, mert szívet melengedve ez a videó. Nézzük tovább, hogy még mikkel tudunk jókat cselekedni magunknak. Következő ilyen elégedettséggel, jóléttel eltöltő gyakorlat az az, hogyha törődünk a testünkkel, és ugye szoktam mondani, hogy a biopszichó, szoció és spirituális egységként működünk mi egyének. Tehát nem elválasztható a testünk a lelkünktől, ugyanakkor a társas kapcsolataink és a transzcendens élményeink is nagyon fontosak. Tehát ez a szlogén is, hogy épp testben, épp lélek. Nagyon fontos, hogy a testi egészségünkkel, a testünkkel is törődjünk. Hogyan is tudunk testünkkel minél jobban törődni? Ugye az egyik az, hogy naponta legalább fél órát sportoljunk. Szoktam ezt is mondani, ha más nem, munkába menet, szálljunk le pár megállóval korábban, és egy fél órát sétáljunk, vagy odafele, vagy hazafele. Figyeljünk arra is, hogy rendszeresen étkezzünk, legalább háromszori étkezést iktassunk be az életünkbe, és ezt ajánlják edzők is, meg azok is, akik így a testtel, táplálkozással, mozgással foglalkoznak, hogy lehetőleg ugyanabban az időben étkezzünk, hogy a testünk ne kezdjen el raktározni. A folyadékbevitel elválaszthatatlan attól, hogy a testünkkel jól bánunk, minimum 2 liter folyadékot fogyasszunk. Ezt is szoktam tanácsolni, hogy tegyünk oda magunk mellé, akinek ez nehezebben megy, egy nagy 2 literes flakon, és tudjuk, hogy akkor az a napi adag, amit jó lenne, hogyha elfogyasztanánk. Ahhoz, hogy a testünkkel törődjünk, nagyon fontos az is, hogy lehetőségünk szerint próbáljuk megelőzni azokat a betegségeket, amiből be tudunk avatkozni. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy járjunk el rendszeres szűrővizsgálatokra. És akik nézik ezt a videót, kérem, most állítsák meg, és gondolják végig azt, hogy mikor voltak legutóbb szűrővizsgálaton. Mikor voltak nők nőgyógyásznál, férfiak megnézetni magukat, nők nézik-e a mellüket havonta, vizsgálják-e, tehát nagyon fontos az, hogy rákszűrésre rendszeresen eljárjunk, és saját magunk is vizsgáljuk magunkat. És a testünkhöz való törődéshez még nagyon hangsúlyosan hozzátartozik, hogy a káros szenvedélyektől tartsuk magunkat távol, ugye ez a mértékletes életnek a kialakítása, és elengedhetetlen az, hogy pihentető jó alvásban legyen részünk. Azt mondják, hogy felnőtteknek, illetve azt ajánlják, hogy felnőttek 7-9 órát aludjanak. Arról, hogy hogyan is tudunk jót aludni, az egy másik előadás téma, nagyon fontos az életünkben. Ez a következő boldogságfokozó gyakorlat az, hogy hogyan tudjuk a rágódást elkerülni, erre is hozok tippeket. Ugye akkor, hogyha kényszeresen egy ilyen negatív gondolati halmazban vagyok, akkor ez egy ilyen szép, nagy, negatív érzelmi spirálba fog engem lehúzni, és egyszer csak már lent vagyok a békafeneke alatt, és így nézem, hogy honnan indultam, ugye ez a sok-sok rángódás hova vezetett el. Tehát az a nagyon fontos ebben, hogy ezt el tudjuk kerülni, hogy ismerjük fel, hogy ebbe belekerültünk, hogy ebbe így belekerültünk ebbe a hullámba, hiszen akkor fogunk beleavatkozni, akkor fogunk tudni beleavatkozni, és akkor, hogyha beleavatkozunk, akkor fogunk tudni változtatni a gondolkodásunkon. Tehát akkor, amikor jön egy ilyen kényszeres negatív gondolat, lehet ez az, hogy saját magamat kezdem el hibáztatni, vagy más
ra neheztelek mást, kezdtek el hibáztatni, vagy éppen csak valamin aggodalmaskodom, hogy hú, most akkor holnap lesz kenyér, nem lesz kenyér, mit főzzek, mit nem főzzek, akkor már az a leges lépés az, hogy kimondom azt, hogy én ebben benne vagyok, ebben az, és azt mondom, hogy stop, hogy én itt megállok. Tehát akkor, amikor már azt mondtam, hogy stop, már felismertem azt, hogy én ebben most belehelyeztem magam ebbe az őrületbe. És akkor, amikor kimondtam azt, hogy stop, rögtön idézek is fel egy olyan helyzetet, amiben már megtapasztaltam azt, hogy azt a képességet már meghaladtam, vagy birtokában voltam, és rögtön mondjam is ki az ellenkezőjét. Tehát, hogyha belekerülök abba az érzelmi negatív töltésbe, hogy jaj, olyan lusta vagyok, semmi kedvem takarítani, és ezen így rágódok, és így húzom magam, míg nem, már teljesen rosszul érzem magam, vagy nincs kedvem tanulni, ma sem, most is fáradt vagyok, akkor állítsam meg magam, és mondjam ki azt, hogy hát volt, amikor szorgalmas voltam, és én tudok szorgalmas is lenni, hát most fáradt vagyok. Elengedhetem azt, hogy nem ostorozom magam, hogy már pedig azért most is porszívoznom kell. Nagyon fontos az is egy ilyen technika a rágódás. Ugye ez is a gondolkodásunkhoz kapcsolódik, hogy ne hasonlítgassuk össze magunkat másoktól. Mi szokták ezt ilyen hasonlatban is mondani, hogy egymást szpőjét nem hordtuk. Nem tudjuk, milyen életút van a másik mögött, és lehet, hogy valakit irigyelünk, de nem tudhatjuk, hogy az az ember mögött milyen nehézségek és milyen megpróbáltatások állnak. Kerüljük azokat az ilyen automatikus gondolatokat, azokat a jelzőket, hogy mindig, soha, semmi, semmikor, ezek mind olyan szavak, amik ezek is automatikus negatív gondolatokat vonzanak be. És akkor, amikor ezeket a főleg amikor személlyel szemben használom ezt a mindig, soha semmit, akkor én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy gyakorlatilag a kapcsolat az, amit így elvágunk egymás fele, hiszen hogyha azt mondom, hogy te mindig, te soha, te semmi, akkor nem látom meg azokat a lehetőségeket, hogy én a másikhoz hogy tudok kapcsolódni. Tehát ezt kapcsolatban, kapcsolatot azt értem, hogy egy személlyel szembeni kommunikációs vagy érzelmi lehet, ezt nem feltétlenül kell kimondani, lehet, hogy én így érzem, másikkal szemben, akkor gyakorlatilag az, mint ahogy itt az Zoli is mutatja, a kapcsolat az, amit így elvágok, hiszen esélyt sem adok arra, hogy meglássam ebben a lehetőséget. Jó? És hogy segít szintén ebben a technikában, technikának az elkerülésében az, hogyha vissza tudjuk helyezni magunkat a jelenből, csak a jelenre tudjunk fókuszálni. Még egy-két gyakorlat van, 14, és akkor mindjárt nem sokára vége is. Ezt nem találtam szakirodalomban, ugyanakkor vétek lett volna kihagyni azt, hogy hát a játék. A játék az mennyi örömteli pillanatot tud nekünk okozni, milyen sok boldog és jólétet tud nekünk eredményezni. Ez onnan jutott eszembe, hogy a karantén alatt egy itthon létemben egy játszótérre néztem, és így akarva akaratlanul előjöttek ezek az élmények, hogy láttam, mint hogy a képet is direkt szándékosan hoztam ez a témához, hogy láttam a kutyáknak az önfelett játékát, láttam a gyerekek szaladgálását, tehát, hogy felnőttként sokszor megfeledkezünk arra, hogy milyen örömet is tud okozni nekünk a játék, és hogy mennyire elégedettebben tudjuk megélni az életünket akkor, hogyha megengedjük magunknak azt, hogy időnként játszunk. Nézzük és tanuljunk a gyerekektől és az állatoktól, nézzük meg, hogy milyen örömteli pillanataik vannak, ahogy labdáznak, kergetőznek, játszanak, engedjük meg magunknak is a játékot. Keressünk fel akár olyan társasjáték klubot, ahol erre van lehetőség.
ha van házi állatunk, játszunk vele, és észre fogjuk venni, hogy miközben mi is ebbe benne vagyunk, vagy játszunk a gyerekünkkel, bennünk is mennyi pozitív érzés keletkezik, élvezik egymás társaságát és a játék örömét. A következő, mert így ez már az utolsó előtt, és szándékosan hagytam a végére, hiszen a hit és a spiritualitás az mindenkinek az egyéni életútjához tartozik, és nem szerettem volna, hogy nehogy ezt higgyék, hogy én valamit a vallásos élethez szeretnék ilyen, nem erről szól az előadás, de hogy mégis nagyon fontos, hogyha van egy vallásos, vagy egy kinek, hogy tetszik, egy spirituális életünk, akkor elégedettebbek vagyunk az életünkkel. Ezt is tudjuk szándékosan gyakorolni. Foglalkozunk többet az egyházunk vallásával, kinek mi a felekezete. Járjon templomba, kövessük a hagyományokat. Lehet úgy is fokozni, gyakorolni ezt a technikát, a hitünket, hogyha olyan témájú könyveket, irodalmat olvasunk, ami a lelki táplálékunkról szól, beszélgessünk ezekről az élményeinkről, rendszeresen imádkozzunk, meditáljunk, kinek hogy tetszik, és tényleg kinek mi a szája íze. Jó, nagyon fontos tényleg a közösség ebben is. És most ez már az utolsó diákhoz, picit már itt egy-két szóval utaltam is rá, és hogy nézzük meg, hogy ennek a harvardi kutatásnak, amit ugye az elején behoztam, ennek mik lettek az eredményei, mik az eredményei. Az egyik eredménye az, hogy függ a boldogságunk és az élet hosszunk, gyakorlatilag attól, hogy mennyi szociális kapcsolattal rendelkezünk. Szociális kapcsolat, ugye a család, a vallás, barátok. És megfigyelték azt, hogy akinek több közösségi kapcsolata van, boldogabb, egészségesebb, és még tovább is él. Tehát, hogy mennyi szociális kapcsolatokat ápolunk. És azt is megfigyelték szintén ehhez a témához kapcsolódóan, ugye a magányosság gyakorlatilag az meg öl minket. Elkezdenek az agytevékenységeink is hanyatlani, és boldogtalanabbnak érezzük magunkat, és hozzák azt, hogy ugyanakkor rövidebb ideig is élünk. A másik ennek a kutatásnak az eredménye az, hogy a szoros kapcsolatoknak a minősége összefügg a testi egészségünkkel. A marakodó életmód az gyakorlatilag a testünket is rombolja. Az, hogyha egy meleg, szeretetteli kapcsolatot, egy védőhálót tudunk magunknak teremteni, az, ami a testi egészségünket is óvni fogja. Megnézték azt, hogy 50 évesen milyen öregkor várható itt a kutatás alanyainak, és nem a koleszterin szintjünket nézték, hanem azt nézték meg, hogy a kapcsolatokkal mennyire elégedettek. Mennyire elégedettek. És azt találták, hogy 80 évesen elégedettebb, egészségesebbek voltak azok, akiknek meleg, szeretetteli és elégedett szoros kapcsolatai voltak. Tehát a szoros kapcsolatok minősége meghatározza azt, hogy egészségesek leszünk az életünkben. És a harmadik ilyen eredmény, amit ez a kutatás hozott, az pedig az, hogy a jó kapcsolat megvédi az agyunkat is. Gyakorlatilag a memóriánk is az, ami így jól tud működni. Ugyanis az, hogy egy jó, szeretetteli, meleg kapcsolatban élünk, abban megtapasztaljuk azt, hogy számíthatunk a másikra, nem vagyok egyedül, és egy stabil, biztos kapcsolat van mellettem, mögöttem, kinek, hogy tetszik. Tehát ennek van védő funkciója az agyi működésünkre nézve is. Tehát ez a három fő eredménye van a kutatásnak, az, amit az elején mondtam, hogy meghatározza az, hogy a szociális kapcsolatokban mennyi van, minél
egészségesebb és hosszabb életet és boldogabb életet ér az, akinek több közösségi kapcsolata van, meghatározza az, hogy milyenek a szoros kapcsolatainak a minősége, egészségesebb életet fogok élni akkor, hogyha meleg, szeretetteli kapcsolataim vannak, és hogyha meleg, szeretetteli kapcsolataim vannak, akkor az agyi működésem, a memóriám is stabilabb és jobb lesz. És ezért is ezt hoztam utoljára, hogy a jó kapcsolatokat hogyan is tudjuk ápolni. Tehát gyakorlatilag ez az életünknek az eszenciája, hogy a kapcsolatainkkal hogy bánunk. Hogy a családtagjaink, barátaink, vagy egyéb szeretetteli kapcsolatunk ápolása, az nagyon fontos, ugye az elején is, ahogy mondtam, hogy bio, pszicho, szoció, és ugye spirituális, tehát a szoció részünk is ott van, az pedig az, hogy egy közösségben vagyunk, kapcsolódjunk. Ezért fontos, hogy rendszeresen iktassuk be az életünkbe azt, hogy kapcsolatokat ápolunk. Megnézhetjük azt, hogy milyen kapcsolataink vesznek körül egy ilyen gyakorlattal, amiben teszünk kisebb kört, vagy több kört lerajzolunk egy lapra, és a közepére teszünk egy X-et, jelölve, hogy azzal ott vagyok én. És ebben a nexusban feltüntetjük a nekem fontos kapcsolatokat. És nézzük meg, hogy kiket tüntettem fel, írjuk ki a nevüket, nézzük meg azt, hogy mikor találkoztam vele, milyen ez a kapcsolat nekem, mit tehetek azért, hogy változzon. Szeretem azt is, hogyha megnézzük azt, hogy feltüntetve itt ezeknél a kapcsolatoknál, megnézzük azt, hogy kitől mit tanultam, kinek miért lehetek hálás, kinek mit köszönhetek. És ahhoz, hogy szeretettel tudjunk kapcsolódni egymáshoz, ahhoz nagyon jó segítség tud lenni a szeretetnyelvtesztnek a kitöltése is. Ugye 5 szeretetnyelvünk van. Nézzük meg, hogy kinek mi is a szeretetnyelve, hiszen az ő szeretetnyelvén szólítjuk meg, közelítünk hozzá, akkor ő is boldogabbnak éli meg azt a kapcsolatot. Hogyha valakinek az ajándékozás a szeretetnyelve, akkor tudjuk, hogy nem azzal tudjuk kifejezni neki a szeretettünket, hogyha szép szavakat mondunk neki. És szálljunk időt kapcsolatainkra. Ma már tényleg ebben a szoktuk mondani felgyorsult világunkban sosincs semmire időnk, akkor ez mindig legyen ott, hogy a kapcsolatainkat érezzük újjá, tegyünk érte, keressük az embereket, keressük azokat, akikkel tényleg valaha jobban voltunk, csak valamiért így az idő eltávolított minket. Tehát ez a boldog, elégedett és egészséges, hosszú életünknek a titka az, hogyha jó, szeretetteli kapcsolatokat ápolunk. Köszönöm szépen az előadást. Vége is. Köszönöm szépen, Móni. Nagyon tartalmas és rendkívül szertágazó volt az előadásod. Remélem a nézőknek is tetszett. Most egy órás szünet következik, és 19 órakor újra a 4. előadással jövünk vissza. Köszönjük a figyelmünket, és ne maradjon le a kötelező elem, úgyhogy le is játszom egy pillanat. Látásra szép napot kívánok, és várjuk vissza vacsora után önöket. Igen. Egy pillanat. Keresem. Meg is van. Az online program a VECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 00-04-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg.
A videó készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával. Rendben, akkor várjuk vissza Önöket. Viszontlátásra. Sziasztok.